A polgármester is elkísérte a Városháza Mikulását, hogy együtt örvendeztessék meg a gyerekeket. A városi kórház után a táborlakótelepi Csillagvár napközi otthonba látogattak el. Vidám ének, újongás fogadta a Mikulást. A nagyszakállú együtt énekelt a gyerekekkel, de nem maradt el a várva várt ajándék sem, amelyet minden napközis ebéd után kapott meg. Alma, van benne narancs, van benne csokoládé, nápolyszeret, pufú és mindenféle fajta finomság. A Városháza több éve már, hogy Mikuláskor megajándékozza a kicsiket. A polgármester elmondta, reméli, hogy nem az általuk vitt csomag az egyetlen, amit a gyerekek idén a Mikulástól kaptak. A legtöbbje viszont annak örvendett, hogy itt a Mikulás legalább itt látta, és a Mikulás hozott neki ajándékot, énekelhettek a Mikulásnak, és ez egy olyan dolog, amiről a polgármesteri hivatal nem mondhat le, hisz több mint 2000 gyereknek apró ajándékot juttattunk el a Mikulásunkkal, azt jelenti, hogy gyerekenként 12 csomag, és hogyha pluszba is megörvendeztettünk gyerekeket azáltal, hogy kaptak egy csomagot, vagy hogy látták a Mikulást, vagy hogy még egy csomagot kaptak, ami remélem, hogy nagyon így van, akkor a küldetésünket teljesítettük. Idén tovább bővült az ajándékozottak sora. A déli órákban a Mártonáron ifjúsági házba a fogyatékos gyerekeket gondozó Orbán Alapítvány Mikulás napi rendezvényére is ellátogatott a Városháza Mikulása, hogy meglepje őket egy-egy ajándékcsomaggal.